Segíteni kell, hogy a baranyai zöldségek, gyümölcsök eljussanak a termelőktől a fogyasztókig, mondta az ormánysági dinnye kóstoltatáson a megyei önkormányzat elnöke a pécsi Kossuth téren. Ezért fontosak azok a bemutatók, ahol megismerhetik a termékeket az emberek. De jó arra is, hogy a közétkeztetést végzők a helyi termelőktől szerezzék be az alapanyagokat. Ösztönözzük a megyében szolgáltató közétkeztetőket arra, hogy a nyári időszakban, szociális intézményekben, nyári táborokban vásárolják fel a helyi termékeket, hogy minél több gyermek, illetve szociális ellátott asztalára kerülhessen a helyben megtermelt jó minőségű idénygyümölcsből. A baranyai zöldségeknek, gyümölcsöknek állandó árusítóhelye lesz Pécsen, ez pedig a korábbi városvezetés által elindított új vásárcsarnok, mondja Őri László. Én üdvözlöm az új városvezetésnek a döntését, hogy végül is megépíti azt a vásárcsarnokot, amelyet még a korábbi városvezetés, még mi készítettünk elő. Ugye a források igen nagy része az már korábban rendelkezésre állt, ezeket megszereztük, a tervek, engedélyek rendelkezésre állnak, és most néhány hónap késlekedés után a város új vezetés is belátta, hogy valóban szükség van Pécsett egy vásárcsarnoknak. Én azt gondolom, hogy ez fontos a pécsiek szempontjából is, hiszen a pécsiek várják az új vásárcsarnokot, de fontos a megye számára is. A megyében megtermelt termények így könnyebben eljuthatnak a pécsiekhez, mondja az elnök. Az új vásárcsarnok építése 3 milliárd forintba kerül. 5600 négyzetméteres alapterülettel nyílik majd meg, és csaknem 70 parkolóhely és hűtőház tartozik majd hozzá.